Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Szent István gimnáziumban a következő tanévtől a kétannyelvű képzés mellett megjelenik a környezetvédelmi fakultáció is. A képzésben elsősorban a biológia, kémia, földrajztantárgyak oktatására esik majd nagyobb hangsúly. Következő tanévtől megindul iskolánkban a környezetvédelmi tagozat, ami tudomásom szerint a régióban és a környező település, tehát a környezetünkben az egyetlen egy környezetvédelmi tagozat a gimnáziumokban. Tulajdonképpen a diákjainkkal szeretnénk megismertetni, megszeretetni a természetet, a természetvédelmét, arra nevelni őket, hogy odafigyelve környezettudatos életet éljenek. Céljaink között van, hogy 12. év végére biológiából és földrajzból emelt szintű érettségét tudjanak tenni, illetve felvettük a kapcsolatot a Szegedi Természettudomány Egyetem környezetvédelmi tanszékének vezetőjével, dr. Rákhelyi Gábor docensúrral, aki támogatásáról biztosított bennünket, úgyhogy a továbbtanulási lehetőség is biztosított lesz ilyen irányban. Olyan diákokat szeretnénk, hogy jelentkezzenek a környezetvédelmi tagozatra, akik nyitottak a környezeti problémák iránt, illetve érdekli őket a biológia, a földrajz és a kémia tantárgy. A környezetvédelem ma divatos terület. Aki ezzel kapcsolatos pályára készül, annak jó alapot biztosíthat az emelt szintű természettudományos oktatás. Aki pedig még nem tudja, mit és hogyan tanuljon, annak megpróbál segíteni a Signum. November 22-én ugyanis nyílt napot tartanak, ahol meg lehet látogatni az intézményben folyó órákat. 8:30-tól várjuk a kedves szülőket, lesz egy megnyitó, igazgató úr tart egy rövid tájékoztatót, utána 3 órát lehet látogatni, tulajdonképpen 7. gimnáziumtól egészen 12. gimnáziumig választani lehet, hogy melyik tanórán kihez, milyen órára fognak bemenni, és a tanítási órák közötti szünetekben pedig lesz egy büfé, ahol lehet beszélgetni a szaktanárokkal.